először is azt köszönjük szépen. Először is azt szeretnék kérdezni, hogy hogy kerültél be a kiállításba vele, mit gondolsz erről a kiállításról? Mit jelent ez te számodra személyesen ez a kiállítás? Zsoltal már nagyon régóta dolgozunk együtt, nem túl sűrűn, de időről voltak közös projektjeink. Azt tőle kell megkérdezni, hogy miért engem választott erre a projektre, de nagyon örülök neki. És gondolom, hogy azért, mert ő is azt képzelte, hogy ilyen rajzos, manuális cuccokkal, dolgokkal dúsítsuk fel a szabályos képkereteket és kép aláírásokat, ezzel valahogy megoldva az, hogy minél több rétege legyen ennek az egész ügynek. Egy külön betűtípus is készült ehhez. Igen, az volt a cél, hogyha már vannak képaláírások, az, akkor az valahogy kövesse az én kézírás, ez nem egy betűtípus, az egyszerűen csak egy kézírás, rengeteg ilyen font létezik nyilván. Viszont így sokkal egységesebb tud lenni, hogy megcsináltuk ezt. Az egy külön kihívás volt persze, hogy a török karaktereket is meg kellett rajzolni, és megszerkeztem azt a fontkészletet, amit használni is lehet. Hogy érzed, hogy kapcsolódik a művészetedhez általában ez a kiállítás, illetve személyesen mennyire érzed magad közel, hogy milyen értelemben érzed magad közel ehhez a kiállításhoz? Ugyan én nem vagyok gördeszkás, de mindig is közel éreztem magam a... Mármint csak annyira, mint ahogy a graffitihez, vagy a street arthoz, hogy ez egy outsider underground ügy. A másik meg, hogy... Zsolt már nagyon régóta keresett ezekkel a dolgokkal, és úgy látom, hogy úgy érzi, hogy ez nagyon jól illik ez.